Jó estét mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkedő gyakorlót és vendéget a darmanbeszédünkön. Megköszönöm Istunak is igen kitűnő bevezetőjét, és emlékeztetett ő egy nagyon korai félelmemre, amikor az első egy-két évben recitáltam a szívszútrát, akkor belém hasított a félelem, hogy nincs semmi, amit el kellene érni. És ez úgy, Lehangolt néha. Aztán láttam a közvetlen hatását a gyakorlatnak, hogy már az első pár alkalom, főleg az első hosszabb visszavonulás után viszonylag nyugodtabban távoztam. És azt mondtam magamnak, hogy ha esetleg nem is értem, hogy itt miről van szó, de működik. Ez fontos. Mert néha nagyon értjük, néha nagyon tudni véljük, hogy milyen, és nem működik. És azt várjuk, hogy mivel tudjuk, hogy micsoda, és logikus és érthető, ezért működjön is. De hát ez nem mindig van így. Utána, mivel a zen az a kezdők szelleme, visszatértem mindig a szútra elejéhez, és ott az van, hogy a meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy. És minden, ami a szútrában van, az ebből az állapotból szól nekünk. Tehát, ha én még úgy érzem, hogy van elérni valóm, akkor nem vagyok a meghaladó bölcsesség állapotában. Milyen jó! Addig van miért küzdeni! Ugye? Az élet célja a -e küzdés maga, ezt a tragédia nagyon jól kimondja, és hogyha küzdök, akkor még van miért, akkor még nem vagyok a meghaladó bölcsesség állapotában, akkor még várhat a nirvána egy kicsit, és akkor van még egy kis hely lubickolni az élet különböző bugyraiban. Aztán ez is hamar elmúlt. Amikor elkezdi az ember úgy nagyjából megérteni, hogy a szívszutra miről szól, hogy mennyire tisztítja azt a fajta identitást, amiről azt hisszük, hogy vagyunk, de közben mégsem, akkor elkezdi értékelni azt, hogy az elérésnek, az újabb énformálásnak még a legapróbb írmagját is kiírtja, mert annyira szépen lepucol rólad mindent. Nincs már semmi, amit névvel és formával illethetsz, csak egyetlen egy mozdulat van, érd el a felébredést, és segíts minden lényen, ez a gáté gáté para gáté para szám gáté, És ez az, amit szerencsére nem tudunk elgondolni. Most képzeld el, milyen gyorsan félreértenénk, hogyha ez elgondolható lenne milyen gyorsan megmagyaráznánk, indokolnánk, írnánk róla köteteket, és eladnánk nagyon drága pénzért, mint titkos tudást. Ez nyilvánvalóan nem tudható, hanem tapasztalható. Ezért nincs semmi olyan tudás, amit itt titkolni kéne. Vannak dolgok, amelyeket nem értünk. Vannak területek a személyiségünkben, a lényünkben, amelyeket még nem fedeztünk föl, és ahogy hallottátok a bevezetőben, ahogy felfedezed magad, úgy felfedezed a világot is, és rájössz, hogy amilyen tudattal, lélekkel létezel, olyan a világod is. Úgyhogy, ha ezügyben a gyakorlat, az itt lét, illetve a kinti életben való gyakorlat és működés ügyében bárkinek kérdése lenne, akkor bátran tegyétek fel. Um modern pszichológia, addiktológia szerint, mert a modern pszichológiának, addiktológiának van egy olyan teóriája, hogy, hogy, a megszületéskor kapunk egy valamekkora akarati csomagot, és egy valamekkora addikt csomagot. És hogyha mondjuk az addikt az kétszer vagy háromszor akkora, mint az akarati, akkor mondjuk egy ilyen helyzetben, tehát mondjuk egy ilyen alkoholfüggőségi helyzetben ö, ö, nagy valószínűsége a, a nyeretlen játéknak. Tehát hogy mi a véleményed erről, hogy az ö, hogyan, hogy mozgatható-e, és hogyha igen, akkor... Természetesen mozgatható, de először a mozgás törvényeket kéne tisztázni. Az első, hogy miért született az adott lélek abba a testbe, ahhoz a családhoz, abba a környezetbe. Miért nem két tömbbel odébb, vagy egy másik városba, vagy egy másik kultúrába, vagy egy másik földrészre. Tehát koreaiul van egy olyan fogalom, hogy innyan. Ez kínaiul yin-yang, és ez azt jelenti, hogy vonzás és taszítás törvénye. Tehát az innyant követve születünk valamilyen helyre és szülőkhöz. És környezetben. Tehát az, aki valahová születik, az a saját karmáját hordozva születik oda, azért, hogy az a környezet bizonyos dolgokat kineveljen belőle, és más dolgokat esetleg elnyomjon benne. Ez nincs előre lefektetve, hogy hogy fog kinézni. Ebben a pillanatban mindenkinek teljes szabad akarata van. De ahogy az idő halad és a karma szaporodik, úgy az eredmények felgyűlnek, és ebből az eredményekből újra gyökérokok lesznek. Ezt hívjuk a szamszádikus körforgásnak. <tosz> és amikor valaki megszületik egy adott helyre, akkor nem csinál más, mint folytatja azt a karmát, amit az előző élete végén abba hagyott. Hogy hogyan folytatja, és milyen irányba, az az ő saját titka. Említetted az önismeretet, és az önismeret nagyon nagy feladata, hogy megismert azt, az okot, okozatokat, amelyekért te megszülettel. Ezért születtél meg, ezt akarod elérni. Ez az oka, és ez legyen az eredménye. Tehát láttál olyat, hogy valakit kivettek az eredeti környezetéből, és pontosan ugyanazt a karmát valósította meg mint hogyha az eredeti élőhelyén élt volna. Ezt hívjuk úgy, hogy a karma követ, mint az árnyék. És van, aki ott helyben maradt, és elkezdett magán dolgozni, és teljesen megváltozott minden, és rá se lehetett ismerni 5-10 év múlva, annyira más ember lett, és annyira más szokásai lettek. Tehát az teljesen előbb a neveltetésünkön aztán rajtunk múlik, hogy milyen életutat választunk. És a nyugati tudományosság az természetesen a saját határaim belül, melyeket jól definiál, azon belül dolgozik. És ezek a határok nagyjából erre az életre, és az én és a világ kölcsönhatására vezethetők vissza. A többségi tudomány nem gondolkodik előző életekben, itt nyugaton. Keleten sem. És amikor az én szilárdságáról beszélünk, az én struktúrát azt adottnak veszi, hogy az van, az önmagától van. Nem pedig egy teremtett valami, hiszen nem ismeri fel a tudomány azt, hogy a személyiség előtt mi lehetett, és mi az, ami a személyiséget teremti. Erre a színészeknek kell nagyon jó rájönni, hogy mi az, ami bennük megteremti Rómeót, Júliát, Papagénót és Papagénát, ugye? Teljesen hihetően a színpadi időre. És aztán valami megteremti újra bennük a, a, az Istut, a Natasát, a, az Istvánt, a Józsit, Luizát, ahhoz, hogy ott a métköznapokban működjön. Az egy újabb személyiség, az egy újabb szerep. De mi az, ami a szerep előtt van? Mi az, ami az énség előtt van? Mi az, ami az egoitás bármely formája előtt van? Ezt a mai napig oktatási rendszerbe illeszthetően nem rendezte a nyugati gondolkodás. Nem mindig az ént foltozgatja, az ént változtatgatja, hogy most ezt gondolom róla, most ilyen filozófia, olyan vallás, olyan társadalomtudomány, ilyen személyiségelmélet, olyan pszichológiai iskola és a többi. de itt szépen forognak körbe az elmúlt 3-400 évben, amióta a késő reneszánsz óta elkezdtünk magunkról ugye, a humanizmus jegyében gondolkodni. De hát ha ennek nem is 700, hanem csak Koreában 1700 éves hagyománya van, a Buddha pedig 2500 évvel ezelőtt élt nagyjából. És ott már arra irányultak, hogy ismerj meg valamit belül, amelyről még nem tudod, hogy te vagy, de valójában ez az igazi önvalód. És amit te személyiségként, saját magadnak, az énednek gondolsz, az illuzórikus abban az értelemben, hogy állandó legyen. Hogy tökéletes legyen, hogy független és szabad, és születéstől haláltól mentes legyen. És ez a fajta tévedés, a téves nézeteknek a garmadája, a szenvedésünknek az okozója. Tehát itt egy olyan tapasztalati útról van szó ezen templom templomfalain belül, és más zen templomok, illetve más olyan hagyomány gyakorló terében, ahol tapasztalni szeretnénk azt, hogy mi mik vagyunk valójában, és nem pusztán gondolkodni róla. És ez az a tapasztalat, amely megváltoztat, nem pedig egy újabb réteg a tudás sok-sok könyvében. A meditáció kiválthatja kurázsi szükségességét a karrierépítésben? Nem csak ott, mindenhol. A meditáció kiváltja a bátorság, a kitartás, a tolerancia, az állóképesség, tehát a bátorság kényszerét, csak azzal, hogy újra szembeülsz önmagaddal a következő 50 percben, és ne rohanj el. Az el nem gyengíti le a karmádat. Ad egy olyan védelmet, például a mantra gyakorlatot, amely alkalmas arra, hogy a tudatodat megvédd a saját ártó hatásaiddal szemben. Ez így van a kérdés is egyfajta távolságot, tisztánlátást ad. De egyik technika sem gyöngíti le a karmádat. Nem festi szebbre. Nem láttatja jobbnak, de rosszabbnak se. Ezért bízhatsz abban, hogy amit itt csinálsz, az előbb-utóbb a saját valóságoddal összhangban lesz. Az mindig a nagy darmával összhangban van, amit itt csinálunk. Csak az ember ezt a legelején nem érzés, azt hiszi, hogy valami elképesztően rossz helyre jött, mert olyan dolgokat lát, hogy rendező legyen Hollywoodban az a talpának, aki ezt megcsinálja. És közben kiderül, hogy te voltál a rendező, és vagy a rendező, és leszel ennek a rendezője, te csinálod a castingot, te írod a forgatókönyvet, a világítást, mindent. Tehát ahhoz, hogy ezt az ember először merje meglátni, utána merje elviselni, és utána merjen változtatni rajta, ehhez bátorság kell. De előtte van két nagy fokozat. Az egyik a kérdés. Ez a nagy kérdés. És a nagy kérdés az, amelyet hallottál a bevezetőben, és hogy mi vagyok én? Mi az, ami az ént viseli magán? Tehát mi ez? Mi az, ami bennem lát? Hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik. Mi ez? És hogyha ez a nagy kérdés megvan, akkor előbb-utóbb elkezdesz tapasztalni. És a tapasztalat az hitet ad. Tehát itt nincs dogmatika, itt nincsenek írások, amelyeket be kellene magolni, és el kellene hinni úgy, ahogy annak a jelentését valaki vagy valakik magyarázzák. Viszont jobb, ha a saját tapasztalatodnak hiszel, hogy az úgy van. Nem örökké, nem változtathatatlanul, nem függetlenül mástól és másoktól, de ahogy láttad, az akkor és ott úgy van. És ebből a nagy hitből lesz a bátorság, hogy ebben bízhatsz. Tovább műveled a nagy kérdést, további tapasztalataid lesznek. További hited lehet abban, hogy ez az út, ez járható. A munka elvégezhető. És ebből jön a bátorság. Ez nem egy adrenalin fröccsön alapuló dolog. Ez egy nagyon nyugodt, nagyon világos belátáson, és egy olyasféle eh, tapasztalaton alapszik, amelyből állandóan táplálkozhatsz. És hogyha a tapasztalataid egy picit a földre vernek, akkor ugyanez a föld ad erőt, hogy tovább folytasd. boszál, Bószál, szanszkritúk sitigarba, az angol fordítása Earth Store Bodhisattva. Föld raktár, vagy föld tartalék. Én így szeretem fordítani, hogy a föld, mint tartalék. Tehát ez azért fontos, nézd meg a görög mitológiát. Volt egy Antaios nevezetű vitéz, egy bajnok, akit soha nem lehetett legyőzni. Miért? Mert amikor a teste a Földet érte, akkor a Föld erőt adott neki, fölkelt, és legyőzte az ellenfelét. De így kell gondolkodni akkor, amikor olyat vélsz látni magadban, amely egy kicsit a Földre verne, és azt mondanád magadnak, hogy jaj, én a boldogságért jöttem, és mégis mit látok. Én a szabadságért jöttem, és mégis mit tapasztalok. Én egy tisztább képért jöttem, és az elején nem ezt látod. Tehát ilyenkor, mint Antajosz, érzed, hogy valami a földrever, a csalódás földrever, az elvárások meghiúsulása a földrever. És mégis a fogadalmaid, az elhatározásod a tapasztalattal egyesülve megy tovább és visz tovább téged. És ez nagyon érdekes, hogy ez hogyan ér körbe ez a fajta szimbolika az indoeurópai kultúrában. Hogy csak előre tovább, és a tapasztalataidból legyen a hited, és ez a hit adjon bátorságot, és nyugodtan tedd fel a kérdést újra és újra. Mert ez akkor nagyon szépen irányban állít. A mai napülés közben azt éltem át, tehát követtem a zen meditációs előkészítő lépéseket, és azt éreztem, tehát a lélegzetvétel, az elcsendesülés és a Többi, és majd azt éreztem, hogy a hangokra kezdtem figyelni, és sőt azt vettem észre, hogy a hangok kezdenek így belém hatolni, és egy ilyen, mint hogyha egy ilyen központja lettem volna a hangoknak. Tehát azt éreztem, hogy ami, aminek képzelem magam, az eltűnik, és csak a hangokat hallottam. Tehát így, mint aki teljesedtem volna a hangok felé, és a hangok pedig felém. És azt szeretném megtudni, hogy ez -e a meditáció, mert ha igen, akkor ö, hogyan lehet ezt fenntartani? Mert ez egy pár másodperc, vagy egy-két egy, egy perc után megszűnt, és újra jött ez a, a gondolkodási ö, szakasz, vagy ez egy ilyen fátyol, ami mögül végül is nem valóságot látom. Hogy ez -e a meditáció, és ha igen, akkor hogyan lehet ezt fenntartani? Abba most nem mennék bele, hogy a meditáció micsoda, mert megnehezíteni a dolgodat. Abba viszont igen, hogy ezt az állapotot, ezt hogy érjük el, mi ez, és hogyan tartsuk fönt. Menjünk oda vissza, amikor azt mondtad, hogy egy pár másodperc után ez megszűnt, mert elkezdtem gondolkodni. Így van? Hogy kezdtél el gondolkodni azt? Meg tudtad figyelni? Na mi volt az az első gondolat, amely így megtörte ezt a gyönyörűséges egyéb állapotot? talán a próbálkozás az, hogy próbáltam elérni ezt az állapotot. Ezt talán, ezt most visszagondolva gondolod így, én nem erre kérdezek, hanem azt, hogy mi volt az az első mozdulat, ami széttörte ezt. Az egy nagyon konkrét valami, az nem talán. Az rendkívül konkrét. Segítek, amikor először elkezded minősíteni akkor válsz le róla, és akkor mondod azt, hogy hú, ez pont, pont, pont. Ilyen, olyan, amolyan. És mihelyt ez a minősítés megtörténik, abban a pillanatban elindul az egésznek az entrópiá, és elkezd repedezni. És a darabokra esik szét, és kapkodsz a darabok után, hogy úristen, össze rakni még egyszer, ez olyan jó volt. De mivel olyan jó volt, ezért nem tudod összerakni. Tehát el kell engedni a darabokat, el kell engedni a jót és a rosszat, és visszatérni a hangokhoz hatalmas bátorsággal, úgy, hogy nem akarod a múltbéli tapasztalatot visszahozni, mert csak akkor jön vissza. Tehát a múlt tapasztalatát soha nem tudod visszahozni. Soha. De ezt a pillanatot mindig le tudod tisztítani. Csak így lehet. Na ennek a pillanatnak a letisztítása a meditáció maga. Nem az, hogy a hangokat, hogy hallom, meg egyebek, ezzel a tapasztalatodat nem minősítem. Csak azt nem szeretném, hogyha ugyanoda akarnál visszamenni, mert az a tapasztalat még egyszer soha nem jön. Soha. Egy új lesz, helyette, frissebb, másabb, különbözőbb. De ha ugyanazt akarod elérni, ugyanazt az ízt, ugyanazt a magasságot, amit akkor éreztel, na az lesz a meditációtól való függés. És ez a fajta szenvedélybetegség nagyon nehezen gyógyítható. Jó? Tehát csak ezt a pillanatot tisztíts le. És a kérdésed második része ugye, hogy hogyan lehet ezt aztán továbbvinni, Pontosan úgy, hogy a mindennapi életben, amikor beszélsz, érzel, gondolkodsz, cselekszel, ugyanilyen tiszta tudattal létezel, csak közben ott a beszéd, ott a gondolat, ott az érzelem, ott a cselekedet. Jó? Ez az, amikor a nem dualisztikus eredeti tudat megnyilvánul a duális világban. Amikor az érzékszervhez nem kötött tudat érzékszervi tartalmakat hoz létre, és az érzékszerveken keresztül cselekszik. És ez is a meditáció. Az elején nagyon különbözőnek tűnik. Egy picit elgondolkodtad magad, és más darabokra tört. És hogyha tovább folytatod, akkor eljuthatsz oda, hogy akármi van, akkor sem törik darabokra. Ha te gondolkodsz róla, ha mások, ha beszélsz, ha alszol, ha ébren vagy, ha cselekszel, ha főzzöl, ha eszel, ha másoknak adsz elni, akkor is ott van. És akkor is működik. És akkor is megvan a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat. Az elején nagyon törékeny, rendkívül sérülékeny. Egy pici gondolatot rádobsz, és már darabokra esett. Később az élet és halál súlyát is kibírhatja, ha eléggé letisztítod, megerősíted, és, és egyé válsz vele. Erről szól a gyakorlat. Ha már itt szó volt kvantumfizikáról, akkor szeretnék az időről kérdezni. Ugye van ez a negyedik dimenziónk, és azt szeretném megkérdezni, hogy mi ez valójában? miért tűnik néha úgy, mintha az 50 perc meditációs párnán elhussanna, mint egy pillanat, és miért tűnik néha öt perc egy órának. Illetve a kérdés második fel az az, hogy korrekt megfigyelése, hogy mintha egy előző élet igazából nem is a módban történne, hanem ez, ez egy Jelen, jelen való dolog, tehát erről kérlek, hogy beszélj pár szót. Nem tudom, hogy mi az idő, ezt talán sokkal okosabb emberek sem tudják, de az biztos, hogy mostanában kezd egy olyan szemléletmód elterjedni, hogy az idő a tértől függetlenül nem létezik, és a tér az időtől függetlenül nem létezik. Tehát ha megengeded, nem egy újabb negyedik dimenzióról van szó, mert ezekről az extra dimenzióktól a hideglelést kapok, mert ilyen hatványozottan gyártják le az erre hajlamos emberek, hanem a térben van valami, amit eddig nem vettünk észre, és így már egy kicsikét kézzelfoghatóbb. A térnek az idő aspektusát nem vettük észre, itt nyugaton Einsteinig biztos nem. Mindig úgy gondoltuk, hogy ez kicsit külön van. De kiderül, hogy ez az egész egybe van gyúrva, és ha egy kontinuumot megfigyelsz, az egyik aspektusa a tér, a másik aspektusa az idő, de ugyanarról van szó. A kettő egymás nélkül nem létezik, csak nem tudjuk ezt egy fogalomban kifejezni. Téridőnek, időtérnek, ilyeneknek mondják, de ez akkor is összetett szó. Ugyanez van az energiával és az információval, ezeket külön szoktuk szemlélni, mert nincs rá egyetlen szavunk. Olyan ábrákra gondolj, hogyha így nézed, akkor gyönyörű hercegnő, ha így nézed, akkor gonosz boszorkány. <laughs> Tehát ez azért fontos, mert lépve tovább a kérdésedben, vannak olyan emlékeink, amelyek kínosan jelenvalónak tűnnek, elképesztően valóságosnak, és tudod, hogy ez nem ebből az életből való. De, mint identitás morzsa, viszed magaddal. És amíg ez az identitás parázs világít, addig ebben az életben egy újabb tüzet tud gyújtani a mindennapi élet működésében. Ha arra az azonosságra te építesz, akkor megint csak azzal vesz, és ki tudja, hogy ez neked kell-e. Ezért nem tanácsolom azokat a műveleteket, amikor csak úgy visszalátogatunk előző életekbe, akarattal valamilyen spirituális társasutazás keretében. Leggyakrabban nincs meg az erőnk ahhoz, hogy feldolgozzuk azt, amit látunk, és ez ott mutatkozik meg, hogy a szerencsétlen utazó azonosul azzal a tartalommal, amit látott, és vagy nem tud teljesen visszajönni, vagy visszajönne magával hozza, mint újabb identitást. Már rég megvolt. Minek kellett újra leásni a szemétgödör mélyére, és újra katalogizálni a komposztot? Hadd komposztálódjon ott, ahol van, nincs ez a semmi baj. Tehát amit identitásként ebbe az életbe hozol, az bőven elég. És ilyenkor az emlékek, emlékszel, amit az előbb mondtam, a nyolcadik tárháztudat tartalma, az a hetedikben címződik meg. Ott csinálsz belőle jót, rosszat, ént, mást, megtartom, elengedem. Ez mind ott dől el. Tehát ezek az emlékek megint csak nem jók és nem rosszak, de hagyjuk őket nyugodtan a tudattalamban létezni. Semmi gond, csak a hozzájuk való viszony nem mindegy. Na a meditáció ezt a viszonyt tisztázza le, hogy ne határozzanak meg ezek az emlékek, de mint lehetőségek legyenek ott, ha éppen arra van szükség. Tudod? Valaki például tehetséges. Ez nagyon jó, hogyha tehetséges, például jól tud festeni. Nehogy ez már valamilyen módon akadály legyen, de ha még álmában is fest, és nem tud tőle aludni, mert állandóan mozog a keze, akkor a tehetségből teher lesz. Ezt hívják a görögök démonnak, de a daimon eredetileg segítőt jelentett. Olvasd le, Szokratész daimonja, és nagyon sokat ír róla. Ez a tudatának egy aspektusa, és nem pusztán egy külső lény, azaz beszélhetünk róla úgy, mint egy külső égi segítő, vagy a tudatodnak az egyik aspektusa. Tehát, ha teljesen függetleni akarsz válni az emlékeitől, tehát eltörölni őket, akkor mindened elvész. A következő pillanatban nem tudsz beszélni, nem tudsz járni, nincs én tudatod, semmit nincs, mert minden emlék. Ha pedig teljesen meghatároznak az emlékeid, akkor nem tudsz változni. Nem tud egy új személyiség kifejlődni. Nem tudod félretenni azt az identitást, amivel már nem akarsz azonosulni. Tehát itt jön be az, a, az az, alaptanítás, hogy ezt is a tudat teremti. Az emlékeidet is a saját tudatod tartja fönt, alkalmazza, emeli be, vagy éppen engedi el, szabadul meg tőle, mint identitás. Ugye szépen, hogy nyugodtan honoljon, ahonnan jött. Az meditáció alatt nem keressük és nem taszítjuk az emlékeket, amelyeknek meg kell jelennie azért, mert rendezetlenek, azért, mert dolgon van még vele, az megjelenik, amelyek meg nem kell megjelenni, az nem jelenik meg. És képzeld el, több életnyi emléket átnézni egy élet tehát ez nem lehetség, és hát nincs rá idő. Tehát amivel még dolgod van, ami házi feladat, az megjelenik, azt látni kell, és a látás által kiegyenlítődnek polaritások, helyükre kerülnek dolgok, meglátsz olyan dolgokat, amiket esetleg nem, és le tudsz róla hántani olyan dolgokat, amelyeket ráraktál, amiről azt hitted, hogy hogy, oszt közbe dehogy, és az nem volt úgy. Tehát szépen kiegyenesedik ez az egész, letisztul, és akkor visszamehet úgy a helyére, hogy a minden mindennapi életedet szolgálja, és az emlékeid ebben a jelenben helyesen működjenek, és ne pedig az emlékeid rabja légy. Hogy ne a múltban élj. És nagyon sok ilyen van, hogy az ember nagyon jól tud emlékezni, de nem tud megszabadulni az emlékeinek a terhétől, és állandóan labdázik a különböző identitás kényszerekkel. És hogyha van üzenete az ennek, az, hogy egyik identitás sem kényszer, de valaki legyél, valakivé válj, valakivé formáld magad, és e fölött teljes a szabadságod. A feszültségről szeretnék kérdezni. Most amióta a templomban vagyok, azóta nem éltem át ezt az érzést, de kint a templom falain kívül, otthon, biztos, hogy megint fogom tapasztalni. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor egy ilyen feszültséggel találkozom szemben, akkor megkérdezem magamtól egy, egy csendes állapotba, hogy ki az, aki átéli ezt a feszültséget, és egy pár másodpercen belül eltűnik a feszültség. Most ezzel karmikusan megoldottam-e ezt a dolgot, vagy csak behelyeztem egy fiókba? Én nem ellenőrizgetném ezt a folyamatot, amit most mondtál, mert olyan jól működik. Kérdezz nyugodtan rá ugyanígy a feszültségre, és azt fogod tapasztalni, hogy a ciklus megjelenés, rákérdezés, belátás, eltűnés egyre rövidebb lesz és aztán már olyan gyors lesz, hogy a kialakulását sem veszed észre, mert mielőtt észrevehetted volna, már el is tűnt. Úgyhogy nyugodtan dolgozz tovább ezzel a kérdéssel, még nagyon sok felfedezni való van itt, ezen a téren. Jó? Van egy kérdésem, ami már az interjú szobába fölmerül, de lehet, hogy még egy ideig fogom ezt kérdezgetni, hogy ugye van a, van a fejünk, így a fejünkben így valami, amiről azt gondoljuk, vagy azt véljük, hogy az így irányít. Aztán van a szívünk, erről is így ugyanezt így el tudjuk képzelni bizonyos helyzetekben, és van ez a bizonyos középpontunk, ahova az energiát gyűjtenénk, vagy ahova koncentrálunk a meditáció során, meg ahova nem <coughs> sokadik sorban ugye a, az élelmet tesszük. Tehát van ez a három fontos hely, és hogy mi a, mi a, kapcsolat közöttük, és hogy mi a, igen, szóval az irányítási viszony, vagy hogy, hogy lehet itt rendet tenni ebbe a hármasban. Eredetileg rend van. Csak az emberi gondolkodás vagy a túl sok, túl kevés érzelem, vagy az akarat jelenléte, vagy hiánya, ezek okozzák a rendetlenséget, vagy aránytalanságot. Azt kell látni, hogy itt a tantiemben az energiád és a tudatod differenciálatlan állapotban van. Jobb hiány úgy hívjuk, hogy egy tudat, vagy egység tudat, vagy egység állapot. Ez lefelé menve fizikai differenciálódást okoz, nemzetszaporítás, Fölfelé viszont mentális differenciálódást okoz a másodlagos és elsődleges érzelmek, beszéd, vizuális, kognitív tudat, hallás, ízlelés, szaglás, és a többi. Tehát ezekre a differenciálódásokra mind szükség van ahhoz, hogy emberek legyünk. Valamelyik érzékterület hiányzik, valamely, valamelyik lélekterület hiányzik, csonkák vagyunk, és ez nem jó. De ha bármelyikhez ragaszkodunk, és bármelyik keletkezett, teremtett területre azt mondjuk, hogy az a teremtő, az irányító, na akkor van probléma. Általában a gondolkodás, illetve az érzelmek, alkat kérdése, szereti kisajátítani ezt a trónt. És nem csak ugye a kanti cím az, hogy az ész trónfosztása. Ezt egy nagy élvezettel olvastam, de egyetemista koromban egy eredeti 19. század végi kiadványt sikerült megszereznem, és ezt büszkén vittem haza a trollibuszon, és olvasgattam, hogy az ész trónfosztás, ez olyan 300 oldal, de a 300. oldal végén még erősebb az ész a trónon. 300 oldalnyival erősebb. Tehát ahhoz, hogy ezt a trónfosztást te valóban megvalósítsd, és valami egyéb legyen a trónon, ugye, ahhoz ide a nem tudhatóba vissza kell tudni jönni. Érzelmekkel ugyanez. Emlékekkel ugyanez. Ítéletekkel ugyanez. Tehát a gondolkodás, az érzelmek, a múlt, a jelen, a jövő, a jó, a rossz, ezek mind olyanok, hogyha azonosulsz vele, és azt teszed meg a főnöknek, akkor azok elkezdenek irányítani. És ebből van a baj. Ekkor kezd el torzulnia a személyiség. És ha visszateszed a helyére, hogy valamiből jött, valamit szolgál, valahová megy, akkor minden rendben van. De ezt a forrást, ahol az alfa és az omega nem különbözik, ahol a fizikai és a mentális nem vált el egymástól, ahol az egy és a sok még egyben van, ezt az állapotot, ezt a nem tudhatót, de tapasztalhatót először meg kell élni. Ha ez nincs, akkor állandóan, mint a majom az égő dzsungelban, egyik fáról a másikra ugrándozunk, ugye? És keressük önmagunkat, miközben ég minden, és pusztulunk el, és három végéről égetjük a gyertyát, ha lehetne. Ugye, az intenzitásban keressük a megoldást, az intenzitásban nagyon sok minden van, van egy csomó összpontosítás, kényszer, kielégülés, egyéb lehetőségek, az élet és a halál találkozik az intenzitásban, a kockázatban, és ezért nagyon sokan szeretik. És ami a legfontosabb, a gondolkodás eltűnik, mert hogyha egy kockázatteli helyzetben gondolkodsz, akkor biztos, hogy vesztel. Harcművészek tudják ezt nagyon jó. Küzdelem közben elég egyetlen egy gondolat, ami elvisz az adott helyzetből, és már is orba vertek, vagy rosszabb. És ezért van az, hogy keressük azokat a helyzeteket, ahol a gondolkodás vagy az formálás megszűnik és utána még erősebben jön, de valami friss forrásból. Nem abból a kontinuumból, mint ami addig volt. Úgyhogy amikor ezeket a kockázatokat feltranszformálod szellemi célokká, akkor előbb-utóbb a külsőségek eltűnnek. És a legnagyobb kockázat saját magad szempontjából megint csak leülni meditációs tartásban, feltenni a kérdést, újra gyújtani a mantrát, és elviselni azt, hogy belül változol, és hogy soha többet nem leszel ugyanolyan, mint akár az 50. perc elején. Ez az egyik legnagyobb kockázat, amivel szembenézhetünk. És ez a folyamat, ez mentális sebességgel halad, nem pedig az érzékszervi sebességgel odakint. A kinti az nagyon konkrét, de nagyon lassú. A benti az virtuálisnak tűnik, de iszonyú gyors, pedig nem kevésbé valóságos. Azt is átéled. Úgyhogy ennyire relatívak ezek a dolgok, és ennyire nem a keletkezett, teremtett dolgok között kell önmagunkat keresni. Ezt mindig mondom, hogy a csokit soha ne tévezd össze a csoki gyárral. Akár a tejcsokit szereted, akár az étcsokit, akár a magyarósat, a mandulásat, a mazsolásat, a fehéret, a kakaósat, a dél-amerikait, vagy valami egyéb forrásból származó kakaóporból készültet melynek felszínén a kakaóvaj kiválhat, mely a termék élvezeti értékéből nem von le. Úgyhogy a csoki gyár az nem ez. A csoki gyár az fém, kő, műanyag és egyéb ilyen ehetetlen anyagoknak az egyvelege, amiből kijön a csoki. Tehát ugyanilyen különbség, sőt, talán nagyobb van a között az élmény között, amikor kezdesz egy picit közelebb kerülni igazi önmagadhoz, és mindazok az én képek, amelyek addig úgy tűntek, hogy ők a kis üzemcsarnokok, azok mind-mind termékekké váltak, valódi keletkezett mi voltukat megmutatták. Jó. Ez a tapasztalás útja, és ezért nem lesz soha túlságosan népszerű. Akármilyen szépen olvasott fel a templomi szabályoknak egy-egy részét, és Esetleg a költeményeket legközelebb hozzátesszük, mert azért az gyönyörű, amikor azt mondja, hogy vigyázz, hová lépsz. Ha holnap meghalsz, hogyan fogsz újra születni? A víz lefelé folyik a tengerbe, a felhők felszállnak az égbe. Úgyhogy ez nagyon-nagyon irányba tudja tenni az embert, hogy itt, itt nem kell különösebben félni semmitől, de nagyon észnél kell lenni, hogy pontosan mit mondasz, mit csinálsz, mit érzel, mit gondolsz. És hogy ezek milyen irányba mutatnak. Mit csinálsz velük? Kire hogyan hatsz? De lehet permanensen észnél lenni, tehát hogy ezt így, így, folyamatosan csinálni, tehát hogy egy pillanatra kizökkensz, mondjuk most nem ebbe az állapotban, vagyok, hanem abból hogy pillanatra bele tudok zökkenni. Tehát, hogy ez, ez olyan, mintha egy svájci vizsgával próbálnék megállítani egy repülőgép anyahajót. Tehát, hogy így. Nagyon jó a hasonlat. Lehet folyamatosan észnél lenni, csak ez is gyakorlat kell. És az ember az észnél levést, amikor először sikerül, akkor körülbelül úgy jó hagyja gyakorolni, mint amikor a sarki utazók hajója befagyott a jégbe, és hirtelen valaki egy ilyen csákány talált, és akkor Na, akkor csákányozzuk ki! És akkor elkezdi a hajó, ták-ták-ták-ták, és így megy körbe szépen, hát kiderül, hogy két méternél is vastagabb a jég, és hát az úgy nem nagyon megy, de ugyanazt az erőt és elhatározást tegye bele abba, hogy megvárja, még a nap kisüt tavasszal, megolvasztja a jeget, és akkor felszáll a hajóra és elmegy vele. Tehát ez egy szemléletbeli különbség. És az ember erre előbb-utóbb rájön, hogy hogy lehet ezt a napot meggyújtani, hogy ez az éber, tiszta tudat ott legyen, és hogy erről ne váljon le. És akkor folyamatosan észnél van annélkül, hogy állandóan erőlködnie kéne. Én egy olyan a kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy az egyik barátom, aki kisgyerekekkel foglalkozik, különböző életkor csoportokkal és tulajdonképpen tehát ilyen ritmikus mozgást oktat nekik, ballettot, jazz balettot is. Az öt éves kortól egészen a tínédzserkorig korig befejezőleg szinte dolgozik több életkorral, de amit tapasztalt így a gyerekekkel, illetve a szülők elmondása alapján, hogy egyre több gyermeknél van olyan probléma, amivel a szülők sem tudnak mit kezdeni de gyakorta, hogy hát ő arra gyanakszik, bár ez a megállapítás nem tudom, hogy honnan jön, hogy ő, mint hogyha ö, sokkal kifinomultabb olyan érzékelésük lenne, amire lehet, hogy ezoterikus belkekben azt mondják, hogy ö, nyitott harmadik szemmel születnek, vagy ö, tehát, hogy ez az érzékelés ö, forma valahogyan sokkal erősebb náluk, és ö, nagyon sokszor találkoznak a, a gyerekek ö, Valamilyen ijesztővel, illetve valami félelmetessel, akár nappal, akár éjjel, és a szülő tanácstalan, nem tudja, hogy hova kéne vinni a gyermeket, vagy vagy kihez forduljon egyáltalán, aki érdemileg tudna segíteni. Hogy nem tudom, hogy ugye magának a, a, a zen tanításnak erre van-e van valami olyan javallata, amivel tényleg, vagy, vagy kihez lehetne fordulni, illetve milyen meglátások vannak ez ügyben? Két mondandóm van ez ügyben. Az egyik az, hogy a szülők ilyenkor jobb, ha keresnek egy olyan hagyományt, ahol a gyerek által látott jelenségeket értik és tudják kezelni. Ez nagyjából ahhoz hasonló, hogyha valaki beteg, menjen orvoshoz. Vagy ha elromlik az autóm, akkor elviszem a szervizbe. És nagyon fontos az, hogy emellett a szülő ne helyezze magát kívül a helyzeten, ne érezze a gyerek azt, hogy levált róla, mert nem érti és nem tudja kezelni. És nagyon hamar valami kedveset, szeretettelit oda lehet tenni a gyerek ágya mellé, és hogy nézzen arra, mielőtt elalszik, vagy egy olyan pozitív mesét mondani, amitől jobbat álmodik. Tehát ilyesféle népi gyógymód kaliberű dolgot, ezt lehet csinálni, csak nehogy azt higgyük, hogy ezzel megoldottuk. Okay? Tehát ezért kell elvinni olyan helyre, ahol a gyerek esetleg később betagozódhat, és gyakorolhat, és kinyithatja még inkább a tudatát, és ezzel megoldja a problémát saját maga. Tehát az, hogy szellemi autonómiát adunk a gyereknek, az nem kezdődhet se korán, se későn. Az első nagyon fontos ilyen terápia az a játék. Tehát olyan játékokat kell kitalálni, vagy olyan környezetbe kell hozni, ahol bizonyos játékokat eljátszhat csoportban, ahol ezeket megéli, de egyben egyfajta távolságot is tud képíteni a tapasztalata és közé, hogy ne determinálják annyira. De a szellemi önállósodás nem kerülhető el. Az, hogy a gyerek kiművelje ezt a képességét, az elemi érdeke a szülőnek is, és a gyereknek is, és ezáltal a felnövekvés úgy fog bekövetkezni, hogy ezt a személyiségterületet, vagy éppen tudati képességet nem fogja elnyomni. Az elnyomásból, vagy elfolytásból elképesztő másodlagos, harmadlagos negatív reakciók következnek be, mert a tudattalan ilyen kobosszú tál elképesztő hajlamok és indulatok és egyebek tudnak kifejlődni akkor, hogyha ezeket a képességeket valakik megítélik, a gyerek erre elnyomja, rosszul érzi magát tőle, és eltelik egy-két év, akár hét év, tíz év, és akkor kamatos túl visszajön. Úgyhogy ezt nem szabad, ezt a kétféle közelítést, a házi-családi gyógymódot és a nagyobb hagyományt és magában foglaló művelést, utat javaslom, és akkor egész biztos, hogy a gyerek haladni fog azon az úton, amelyen egyébként akar menni, mert hogyha ezek a jelenségek nem mutatkoznának meg a tudatában, akkor ez nála nem lenne probléma, nem kellene kérdést föltenni, nem kellene válaszolni rá. Tehát ezt magával hozta, és azért került ilyen környezetbe, hogy a környezet számára is tanítást jelentsen, és az ő számára pedig az út és a realizáció lehetőségét jelentse. Most, ahogy a padóra csaptál, eszembe jutott egy élethelyzetem, amikor nagyon-nagyon sokszor elmondtak nekem valamit, hogy hogy csináljam, és nagyon-nagyon sokszor véghallgattam, de képtelen voltam úgy csinálni. És, és egyszer kipróbáltam, hogy valóban megcsináltam, amit kértek. És egy pillanat alatt megoldódott ez a dolog, sőt, az a szituáció visszafele is és előrefele is. Tehát azt gondolom, hogy amikor ütsz a bottal, akkor azt nem azért csinálod, mert uh, uh, zentanító vagy és sütőgetned kell a padlót a botta, hanem azért, mert valóban ezt kell tenni. Tehát ez azért jó, amit mondasz, mert oda mutat, ahova egyébként az emberek mindig jutnak, hogy nem tudják pontosan, hogy mit kell csinálni, de megcsinálják. El se hangzik a kérés, de már meg is teszik. Tehát említetted Kobong Szunyimot, elképesztő kemény tanító volt. Egyetlen egy szerzetesnek adott inkát, a Szung volt. És olyan rövidet és velőset még senkitől nem hallottál, mint ahogy idézték, hogy ő miket mondott, és szavak nélkül kellett érteni, amit akart. Szavak nélkül. Tehát vagy átment, vagy pedig lehordott, mint a pengős malacot. Szokjunk hozzá, hogy a legtöbbször nem hangzik el, zéig, kifejtve, indokolva, aláírva három példányban. Nincs. Nincs kifejtve. Érezd meg, jöjj rá. Azt szeretném megkérdezni, hogy a hétköznapi élet ö, élése során is el lehet érni a megvilágosodást, vagy pedig úgy, ahogy a buddha is csinálta, hogy leült egy fa alá és meditált x éven keresztül. Kinek mi működik? Ha valakinek az kell, hogy hét évig üljön a buthi fa alatt, amely képletes értelmű, hiszen azért ő volt fönt a Himalájában és egyéb helyeken is járt. Valakinek ö, teljes úttévesztés az, hogyha szerzetes vagy szerzetesnő lesz ilyet láttam, és a Kolostor falai között volt elveszve, és nem mert kilépni onnan, és nem mert változtatni magán, és a gyakorlata az minden volt, csak nem ez, nem az egypontú, tiszta, tükörszerű tudat, hanem minden egyéb És A pótcselekvés az nem hely és kultúra függ, az ember függő. És van, aki gyönyörűen, fantasztikusan virágzott a kolostori körülmények között, és letette azokat a terheket, amelyek számára terhek lettek volna odakint, mások számára pedig fantasztikus eszközök, lehetőségek, üzemanyag és egyebek hajtóerő és motiváció. Miben hiszel? Azt kell csinálni. Kikben bízol? Azokkal kell lenni. És akkor van energiád ahhoz, hogy az légy, aki akarsz lenni. Na most ezen túlmenően, ezt meghaladva lehet a megvilágosodást elérni. Elvállalni egy számodra vállalhatatlan egzisztenciát, nagyon nagy dőresség. Higgy abban, aki leszel. És higgy abban, amit csinálsz. És ezt meghaladva lehet elérni a megvilágosodást. Nem élheted egy másik ember életét, és nem hivatkozhatsz arra, hogy ezáltal te elértél valamit, mert valami idegent csináltál. És akkor az a fajta energia biztos, hogy nem jelenik meg, ami egy hittel és energiával. Elvállalt életvitelben megjelenik. Tehát az a fajta akarat, hogy te ezt akarod, és te ebből az anyagból vagy, neked ez a karmád, te ezért jöttél le. Ezek elképesztő hajtóerők még akkor is, ha változtatni akarsz rajta később. De elvállalni azt, aki vagy a személyiség szintjén, a képességek, a hajlamok, az akarat, a megvalósulás szintjén. Megtalálod az erényedet így. Görögül areté, az a fajta erény, erő, amivel megszülettél, mert a tehetséged, a szándékod, az akaratod mutat. Ezt nem lehet meghazuttolni. Sőt, ebben van az az energia, ami meghaladásra tesz képessé. Hogy hirtelen láss rá, és légy az Ura. Ezt enélkül, az integritás nélkül nem lehet. Enélkül a az autentikus érzés nélkül, hogy te azt csinálod, amit tényleg akarsz, anélkül nem lehet. Úgyhogy így döntsön valaki arra, hogy szerzetes lesz, vagy marad világi. Tehát, ha szerzetesi anyagból vagy összegyúrva, képtelen vagy bármi más csinálni. Belül ott van a nagyon világos hívás, ez van. Kész, minden más lepattan. Ugyanúgy valakinek házas élet, vagy egyéb ilyen karmája van, megkapja a párját csak vele. Persze vannak hullámegyek, hullámvölgyek, vannak váltások, vállások, egyebek, de a páros életmód nem változik. És van, aki a kettő között van, hogy se monasztikus életmód, se családos életmód, viszont egyénként át kell élnie azt, hogy egyikhez sem tud tartozni. De valakihez, valakikhez mégis kell. Hova? Kihez? Kikhez? Akkor meg ez a dilemma. Tehát megvalósítani azt, hogy azokkal társulsz, akikben bízol, és olyat tégy, amelyben okod van hinni, és hogy legyen bátorságod, a kettőt végigvinni, ez egy életmunkája lehet, hogy nem is csak egy életmunkája. Hogy én a meditációt úgy képzelem, mint egy ö, ilyen eldugult lefolyócsőnek a kitisztítását, hogy egyszer csak úgy átmegy rajta tisztán valami, viszont ö, Viszont ebben megint benne van a dualista világnézet. Mert hogy, mert hogy a szutyok az rossz, és a tiszta cső pedig jó. Tiltakozom a komposztáló gödör nevében. A szutyokkal semmi baj nincs. A szutyokból lesz a trágya, és a trágyából a következő növény, amelyet szépen elfogyasztunk, és a körforgás során a tápértéket kivonjuk belőle, és utána megint a szutyok lemegy a konyhában, a vécében, a stb. Nincs az a semmi baj. Ha azt gondolod erről a folyamatról, hogy bármiféle rossz vagy jó van benne, az már egy szemléletbeli házi feladat, hogy ezt kiigazítsd. Eredetileg ez a világ teljes, semmi sem hiányzik beled. Az ember, az emberrel van ilyen probléma, hogy valamit túlvezérel vagy alulvezérel, valamit jónak vagy rossznak nevez, és nem tudja a helyét megtalálni ezen a Földön, sem egymás közt, sem ebben a környezetben, amit Földnek, ennek a bolygónak hívunk. Ha meg tudnánk találni, ha annyira harmonikusan tudnánk együtt létezni, akkor most nem kellene ilyen problémákat szembenézni világszinten, ahogy most éppen szembe kellene néznünk vele, de hát nagyon nem megy az összes bajunk társadalmi, gazdasági, szociális, politikai, háború és béke éghajlat, oktatás, nevelés, szociális hálózat, költségvetési hiány most soroljam? Ezt mind mit csináljuk? Hogy a frázban van az, hogy a fenntartható fejlődés a dzsungelekben sose volt probléma? Vagy a költségvetési hiány a sivatagokban nem merült föl? Tehát minden természeti környezet a maga valójában teljes. És a változások ezen a Földön, ha az embert így kiveszed belőle, egészen normálisak tudnak lenni. De mi magunk, mint emberek, elképesztő dolgokra vagyunk képesek azért, mert ez a lefolyó nem tiszta, mert felgyűlt a mosogatni való, és benne a maradék, tudod? Úgyhogy nagyon jó a hasonlat, már régen képzeltem el bármit és a meditációról, úgyhogy megörvendeztettél. És, és van egy apróság, a lefolyó hozzászokik az átmérőhöz. Tehát, hogyha valaki meditál, és ez a szutyok elnyelő vagy karmafeldolgozó képessége egy picikét megnő, akkor ne hagyja visszaszűkülni, mert infartust kap. Tehát nagyon fontos látni azt, hogyha a tudatod egyszer csak kiebb tágul, letisztul, megerősödik, akkor elkezd a keményebb, komolyabb szutykokkal foglalkozni. Na, azért érdemes meditálni, hogy ez a képesség ne vesszen el. Mert hogyha az ember engedi visszaszűkülni, akkor hirtelen hegyekben áll minden már megint, és akkor rosszul érzi magát. Ezt hívjuk elvonási tüneteknek. Maga ez a fogalom, a operatív személyiség most nagyon sokat segített, még egy fogalom csapódott hozzá, a zsilipelés. Tehát itt az a tudatállapot, amit itt a elvonultságban elérünk, az elvonulás végével mindig csalódottság tölt el, amikor kifut. És nem bírom megtartani. Kimegyek a való világba, és két-három nap, vagy egy hét, és paf. Elmúlik ez a... Odáig tart, de szerencsés vagy. Van, van, akinek, van, aki itt rátapos a gázpedára, és kakú, kész. Tehát a kérdésem az, az lenne, hogy erről a zsilipelésről neked mi jut eszedbe? Hogy amikor vége van az elvonulásnak, hogyan lehetne? Mert ide bejönni, azt már ismerem, hogy egy bizonyos időbe telik, amíg igen, fejfájás, ritmus átvétele, ilyen probléma, olyan problémás és utána, két nap után, fú, nem van. Amikor vége, akkor hasonló szimptomák csak személyre szabottan. Az első 90 naposoknak a végére azt hiszem nagyon sokáig fog emlékezni. A körbeszélgetés után kb. háromszor annyit ettem, mint amennyit lett volna szabad, mert hirtelen megjelent a hatfogásos vacsora, ebéd. És utána lementem az zenközpontba, és ott volt egy szanga hétvége olyan 40-50 fővel. Olyan kis normális, teázgatós beszélgetés, amely folyamatosan ilyen bombarobbanás sorozat volt a fejemben. 90 nap, tényleg csendben, két interjú. Munka, és tényleg komolyan vették, és én is komolyan vettem. Extra leborulás, hegyi séták, illetve téli dombok közötti séták. És visszamenekültem föl a Kolostorba azért, hogy ne kelljen ezt a zajt átélni. És két-három napig ettem ennek a lakomának a maradványt, a legtöbb az apehely tartott, mert a volt a legtöbb. És amikor már az is elfogyott, és már kezdtek úgy érdeklődni, hogy hol vagyok, mert ott szerencsére az egyén nem nagyon sokat számított, akkor azt mondtam, hogy én még itt vagyok fönt, és köszönöm jól, és azt mondták, a harmadik nap most már az ideje lenne lejönni. Tehát lementem, mert a gyakorlatot megcsináltam lent az enközpontban, elvonuláson kívül a kolostorban, más épület volt, nem volt ott gyakorlat, nem volt ki ott végezze. Az lementem, megcsináltam a gyakorlatot, és úgy föl elegem van, hagyjanak engem békén, sok humán, ott zajong, jobbra-balra. És a következő 90 napos, amely már Koreában volt, az kb. egy ilyen nap, ott a sokkal nagyobb szociális esemény, de ott is megvolt ez a vákuum effektus, hogy hú, nagyon nem kéne innen kimenni. És aztán egyre rövidebb, 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 és megtanulja az ember ezeket az átmeneteket úgy kezelni, hogy ne legyen ekkora törés a külső és a belső, a gyakorlat és a minden a élet között. Ez egyszerűen tapasztalat kérdése, semmi több. Semmi több. Gyakorolni kell az átmenetet, és megtanulni azt, hogy nagyon fontos az, hogy mi megy be az ember száján, háromszor annyi mint kéne, meg mi jön ki, tízszer annyi beszéd. Nem jó. Elképesztő, gyorsan beszennyeződik a tükör, elvész az energia, szétaprózódik a tudat, és akkor láthatod, hogy micsoda melló újra összerakni. Illetve elengedni azokat, amelyek széttagoltak, mert az eredeti tudatot nem tudod összerakni, mert az nem darabokból van. Tehát megmutatkozik a mindennapi gyakorlat fontossága, és szándékosan nem ezzel kezdtem, hogy ne ez a hát akkor most azt mondja, hogy napi 300 leborulás, meg két óra mantra. Nem, Tehát ez nem előtte tudjuk meg, hogy ez meddig mehet. Nagyon sokáig mehet. És miért azt látod, hogy a mindennapi életben komoly gyakorlatra van szükség, akkor felértékelődik a mindennapjaidnak az a része, az az egy óra, amit naponta arra, arra tudsz fordítani, hogy egészben maradj. Én úgy három-négy év intenzív gyakorlás után, hogy magamban rákérdeztem, hogy ugyan hogy tudnak az emberek bármiféle ilyen tudati tisztító gyakorlat, vagy alias hagyományú mentál higiéné nélkül élni, és a válasz az, hogy nagyon rosszul. Tehát olyan minőség, zuhanás van az emberek életében, olyan elképesztő hibákat vétünk azért, mert nem tisztítjuk a lelkünket, nem tartjuk egészben a tudatunkat hogy ha ezeket megóvnánk, akkor elképesztő más életet tudnánk élni, és más halált tudnánk halni, és másképp születnénk újra. Ez ide szépen körbeér. Úgyhogy a mindennapi életet nyugodtan éld, csak vedd észre, amikor a zöldből átmész a sárgába, és utána átmentél a pirosba, és utána tis, kész, a skála vége. Azon egy kis fém szögön megakad a mutat, és összeroppan a tenger alatti Kész vagy szétesik a repülőgép. Úgyhogy akkor az ember megint azt mondja, hogy hm, hát eddig se kellett volna elmenni, ugye? Szépen visszahozzom magamat középre, berámázom magam újra a darmaterembe, és akkor hetente egyszer milyen jó lemenni a szangába, ugye? És aztán eljövünk megint elvonulni, és aztán kiderül, hogy ezért a minőségért nagyon sokat kell dolgozni, de legalább lehet. Nem az, hogy valakinek a kegyéből megkapod, megdolgozol érte, és akkor a tiéd újra. Mert anélkül, hogy bármiféle műveltséget szereznél, a tudatod már teljes, csak rajta van az elképesztő vastag karmaréteg, amelytől érdemes megszabadulni, amit érdemes lekaparni, mert életeken keresztül lerakódott, mint a guánó keményen vastagon. Úgyhogy üdvözlöm az átmenetek viharosságát, nagyon jó tanító. Cselekedj legjobb belátásod szerint. Napi két-három órát meditálok, mert hogyha nem, akkor észrevettem, hogy iszonyatosan De jó neked, neked, ennyire van időd? Igen. Fantasztikus, micsoda élet, igen. Viszont Buddha azt mondta, hogy minden lélegzett vételre figyeljek oda. Most a napi két-három órában, amikor meditálok, akkor megy is a, a fi, az odafigyelés a lélegzetvételre, de amikor nem meditálok, akkor egy pár perc eltelik, és hiába ragasztottam tele az egész lakást sárga cetlikkel, hogy lélegzés, és figyelj oda, egyszerűen valahogy szétszóródik a figyelmem, és nem tudok odafigyelni a lélegzetvételre. Mit tudnék tenni, hogy, hogy összeszedettebb legyen a figyelmem? Szedd le a sárga cetliket. Na, azt is próbáltam. Sikerült. Vagy egyes cetlik nagyon ragaszkodtak a szekrényhez, vagy a tükörhöz, vagy a kredenchez, vagy a jegeshez. Ragaszkodtak ezek a cetlik, vagy sikerült leszedni őket? Sikerült. Na, mindent megpróbáltam. Ezt a tudatosságot gyakorlod, akkor a lélegzet is előbb-utóbb veled marad. De jó hírem van, nem pusztán a lélegzetem múlik a dolog. Az éberség az egy lélegzettől független dolog, de a lélegzet nagyon jól használható arra, hogy az éberséged meglegyen kalorimpocse, fantasztikusan együttérző, olyan szeme van, hogy ránézel és elolvadsz. Tehát egy ilyen elképesztő együttérzés sugázó lény. Volt egy tanítvány, aki 20 éve már nagyon komolyan gyakorolt a keze alatt. És feltette egy ilyen kérdést, hogy én most már 20 éve meditálok, és most már tényleg mindig tudom követni a lélegzetem. Álmomban másféle tudatosság van, akkor nem a lélegzetet érzem, csak a tudatod, de amikor ben vagyok a testben éberen, akármit csinálok, beszélek, gondolok, stb. Végig érzem a lélegzetemet. Végig tudatában vagyok. Sosem veszítem el. Hogy fogok újra születni? Kalorinpocsi Pocsi hezitálás nélkül azt mondta, nagy együttérző szemekkel. Krokodil. Tehát miért? Hát így gyakorlok hithű buddhista módjára, miért krokodil? Azért, mert a krokodil pontosan ugyanez. Mozdulatlanul ott van a meleg sziklán, és egész nap ott figyeli a lélegzetét. Néha kicsit megragadja a vízben a prédát, vagy amit elraktározott magának oda a nádasba, utána megint visszamegy a sziklára, és figyeli a lélegzetét. És akkor megkérdezte, nagyon bántott a szegényt, hogy te mi a baj azzal, hogy a lélegzetünket ennyire Érezzük, és ennyire tudatában vagyunk vele. Rimbócse, ugyanolyan együttérző szemekkel az, hogy amikor meghalsz, akkor az nincs. Érted? És akkor valamit megérzett a tanítvány, hogy addig lélegzel, amíg a testben vagy az az állapot is a miénk, amikor nincs test és nincs lélegzet. Akkor milyen tudatod van? Jó? Tehát. Boldog további meditálást kívánok, tér vissza a nem tudható, de tapasztalható tiszta, tükörszerű állapotba, és akkor az az éberség, teljes lélegzettel vagy anélkül. Oké? Okay? A mantra meditáció során nekem van egy olyan állapot, amikor. Ö Viszonylag sokáig a tisztán a fejemben tudom tartani a mantrát, és nem kalandoznak el a gondolataim. Ö, és mégis azt, azt érzem, hogy ez inkább valami ilyen révült állapothoz hasonlítható, mint tiszta jelenléthez. Mert itt van fönt. Ideted le. Akkor nincs révület. Ehhez meg az előző kérdéshez, ahol van ez a három hely bennünk, a fej, a szív, legalábbis legalább három hely, hogy ki koordinál, vagy hol koordinál. Ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy, hogy annyira hozzászoktam a fejem, mert úgy érzem, mint egy luxusszállodát, itt lent pedig olyan, mint egy elhagyatott kunyhó. És amikor szeretném ezt a mantrát tartani, de, de csak, csak a fejemmel tudom ismételgetni. Mindig azt teszem észre, hogy szeretném én tenni, de még mindig a fejem szeretné letenni. Hogy ezt az anomáliát miként lehet feloldani, vagy fel lehet -e egyáltalán? Szoktál e, ilyen raktáráruházakban vásárolni? Néha. Nagy ritkán. Látod, amikor ezek a nagyon-nagyon magasra törő villás targoncák így leemelik a raklapot, és így hozzák lefele az árut? És így... csak így jön lefele. Hm? Ez megvan? Igen. Emlékszel a villás-targonca márkájára? Kett. Nagyon sokféle van. Nem jutott más eszembe. De a lényeg az, hogy teljesen mindegy, hogy hogy hívják a villás az a fontos, hogy lemeli a cuccot és lehozza. Mindegy, hogy a gondolatod, az akaratod, az érzelmed, a entanolmányaid vagy az entanolmányaidra adott reakcióid hozzák le a tudatot ide, teljesen mindegy. Hozd le, hozd kész. De ellenáramlaton ellen mindig visszajövök. Örülök. Úgy hívják humanoid, hogy van ellenáramlata és az áramlatnak. És akkor fogod és gyöngéden ráéted a villás targoncát, és akkor nem lesz annyi ellenáramlat. Megint ide. Megint ide, megint ide, gyöngéden, finoman, ahogy visszateszed, ugyanarra a pontra azt, ami onnan elmozdult, mert a folyó vize elmosta, mert a szél elfújta, mert a föld mozgása onnan eltérítette. Ugyanoda szépen visszateszed azt a követ. És ebből szokás lesz. Ezt hívjuk jó karmának. Helyes, gyakorló karmának, visszatérsz ide, még egyszer, még egyszer, végtelenszer, és kész. Ezzel a villástargonca hasonlattal megint ugyanott vagyok, ahol az elején a kérdésem előtt. Nagyon van az ember, aki a, villányt, villástargoncát működteti. Így van. Na ez a fejem, ezt érzem. És folyamatosan, tehát hiába akarom én a, azt a dolgot uh, lejjebb nyomni, mert, mert az nem, nem, nem független a fejemtől. Ebből azt tűnik ki, hogy még nem villástargoncáztál eleget ugyanis akik ezt csinálják, néha látsz ilyen elképesztő fáradt arcú embereket, akik reggel 4 óra 30-kor ott villástargoncáznak, ugye? És teljesen, tehát az is látszik, hogy mivel indították be a motort, hogy mennyi koffein volt benne, mennyi alkaloid volt benne, milyen szaga volt, az is ott van, minden rendben van. És nem gondolkodnak, de leemelik a villástargoncával a cuccot, és hézagmentesen szépen behelyezik a kis fakba, oké? Okay? Tehát az elején gondolkodsz, aztán érzed, aztán csak teszed. Nem elég? Nem. Szalad a kutya a villás targonca után. Megköszönöm mindenkinek a ma estére tartogatott kitüntető figyelmét, azt, hogy ennyien egybegyűltünk, és szeretnék arra lelkesíteni mindenkit, hogy aki olcsénak az utolsó hetét kezelje úgy, mintha az első lenne ugyanazzal az elszánással, ahogy elkezded, ugyanazzal fejezd be. Ugyanazzal az erőkifejtéssel, amivel elkezded, azzal végezd be. És tud, hogy eredetileg a kiolcsénak nincs kezdete és nincs vége, de ennek a 90 napnak van. És ahogy befejezed, azt az emléket fogod magaddal vinni. Nem az előtte lévő két hónapét. Tehát vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az elvonulásra, és menjünk együtt abban az irányban, amelyben egyénileg és csoportosan a tapasztalatunk alapján hiszünk. Ezzel segítünk magunknak és másoknak egyaránt. Köszönöm szépen!